A Vállalkozók Országos Szövetsége Bács-Kiskun megyei szervezete évről évre kitünteti a művészet, tudomány, oktatás és sport kimagasló megyei képviselőit, együttműködve a Prima Primissima alapítvánnyal. A VOSZ megyei elnöksége idén is javaslatokat kért a díj jelöltjeire, akik között két bajait is köszönhetünk. A magyar képzőművészet kategóriában Klossz Irén grafikus művészre szavazhatunk. Baján születtem, tehát itt élek azóta is. Itt jártam az iskoláimat is, és érettségi után a Tóth Kálmán gimnáziumban érettségiztem, utána a tanítóképzőbe kerültem, a tanítóképzőintézetbe kerültem, és ott 3 évet töltöttem, tehát tanítói diplomát szereztem. Nem gondoltam, hogy a kicsiket szeretem annyira tanítani, hanem inkább a nagyobbakat, tehát akik a rajzra érzékenyebbek, és ezután beiratkoztam a tanárképző főiskolára Pécsre. Ott rajz és történelem szakon végeztem. Ekkor már dolgoztam, tanítottam, a Fölsővárosi iskolába kaptam itt Baján munka lehetőséget, és ezután, tehát nagyon rövid 2 év után átkerültem a tanítóképző intézetben, intézeti tanárnak. Ebben az időben, tehát a továbbképzés is fontos volt számomra, és beiratkoztam a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, tehát ami most már egyetem, és itt középiskolai tanári diplomát szereztem ábrázoló geometria, művészettörténet és művészeti rajz szakon. Itt festészeti oktatásban is részesültünk, tehát én festőszakon végeztem idézőjelben. De akkor már grafikával foglalkoztam, tehát rajzoltam egészen kiskorom óta, tehát nagyon, nagyon kedveltem ezt a tevékenységet, és ez jelentett, tehát egyrészt a tanítás, tehát hogy ennek a művelésére megtanítani másokat, tehát ez volt az egyik fontos számomra. A másik terület az, hogy én magam alkotni tudjak, hiszen hogyha én nem csinálom, akkor a tanítás sem olyan hiteles. Tehát ez a kettőt valahogy össze próbáltam kapcsolni. Tehát nagyon szerettem az intézetet, tehát a főiskolát, ahol dolgoztam egészen 2011-ig. Klossz Irén tőzsgyökeres bajai család tagjaként az Eötvös József Főiskolán tanított 41 éven át, tanárként és művészként olyan életutat járt be, mely minden pedagógus és diák számára példamutató. Alkotó művészként számos díjat nyert, egyik kezdeményezője volt és kurátora lett az Országos Víz és Életképzőművészeti Biennálé eddigi 3 kiállításának. Több hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást. A természet az, ami, tehát a környezetünk, a természetes természeti környezetünk főként az, ami engem érdekel. Tehát a pályám kezdetén először inkább a tájrészletek ragadtak meg, annak a nagyon érdekes drámai hatása, különösen a Dunapart és a környéke, tehát mindenféle évszakban ez valami csodálatos látvány volt, és annak a drámaiságát, különlegességét, mozgalmasságát próbáltam megjeleníteni, tehát nagyon sok időt is töltöttünk a Duna közelében, tehát most is természetesen, de ezek a nagyobb léptékek, tehát nem a teljes panoráma természetesen, hanem annak egy szelete, tehát az nagyon, nagyon érdekelt, és akkor is fekete-fehérben rajzoltam, tehát a fekete-fehér volt számomra a leglátványosabban, legattraktívabban kifejezhető formáció. Grafikái és művészetpedagógiai írásai elismert hazai és külföldi kiadványokban jelentek meg. Egyéni kiállításai mellett rangos csoportos tárlatokon is szerepelt, többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Műcsarnokban. Gyógyító tevékenység tulajdonképpen, tehát amíg az ember alkot, akkor teljesen arra tud koncentrálni, tehát kizárja a külvilág dolgait, és a lap, tehát a rajz, és saját személy az, ami társalgást folytat. És ezt próbáltam a hallgatóknak is átadni, hogy ez milyen gyönyörűség. A tanításban számomra az, hogy láttam, hogy örömmel mennek ki az óráimról, és most is hát sok hallgatóval találkozom, tehát fölkeresnek, beszélgetünk, tehát látom az örömet az arcukon, hogy velem dolgozhattak. Tehát az, hogy rajzolni tudtak, és valami olyasmire tanítottam meg őket, ami esetleg nem volt evidens számukra. Tehát ez az, ami
ami rendkívül motiváló számomra. Hát a díjak az egy érdekes, különleges alkalom. A díjak azok még mélyebben bizonyítják számomra, hogy érdemes ezt a területet és ezt a munkát végezni. Hát a kiállítások nagyon fontosak. Számomra a csoportos kiállítások nagyobb élményt jelentenek, mint az önálló kiállítás. Ez egy nagy vállalkozás és egy nagy kísérlet, és nagyon sok örömem volt benne. A magánfelajánlásokból származó 3x 1 millió forintos megyei prímadíjat és az ugyancsak 1 millió forintos közönségdíjat 2005 óta adják át. A tehetséges fiatalok kategóriájában Hosszú Katinka úszó világbajnok, többszörös Európa-bajnok, olimpiai negyedik helyezett a bajai jelölt. Megmondom őszintén, hogy amikor kicsi voltam, ugye a nagypapám tanított meg úszni, és ő mindig mondogatta nekem, hogy nagyon tehetséges vagyok, és hogy nagyon sokra vihetem az úszásba, és úgy is éreztem, hogy akár bármit elérhetek, amit szeretnék, majd amikor tínédzser lettem, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy azért nem fogom elérni azokat a sikereket, amiket szeretnék, és most így 23 évesen megint úgy érzem, hogy közel vagyok ahhoz, aki lenni akartam, amikor mondjuk 10 éves voltam. Hosszú Katinka születésétől Baján élt, a bajai vízügy Spartacus SC-ben kezdett versenyszerűen úszni. 2008-ban az Amerikai Egyesült Államokban kezdte meg egyetemi tanulmányait. 2012. májusában diplomázott pszichológiából, és most ősszel kezdte a mesterképzést. Az egyetemi évek alatt sem szakadt meg úszói karrierje. Igazából mindig az motivál, amit célnak kitűztem, és mindig az lebeg a szemem előtt, ami akkor éppen a célom. Tehát például idén mindenféleképpen a nagymerencés világbajnokságra gondolok, ugye megvannak a céljaim, amit el szeretnék ott érni, és tudom, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy ott úgy teljesítsek, ahogy szeretném. 2009-ben a 400 méteres női vegyes úszás világbajnoka lett. Sokszoros Európa-bajnok, legutóbb a 2012-es debreceni Európa-bajnokságon 3 aranyérmet szerzett. Az Amerikai Egyesült Államokban a 2010-11-es tanévben az év egyetemi úszónőjének választották. A 2012-es londoni olimpián a 400 méteres vegyes úszásban 4., 200 méteres vegyes úszásban 8. helyezett lett. Baján az óvodásoktól az idősekig mindenki ismeri a nevét, a fiataloknak pedig egyik példaképe lett a tehetséges ifjú sportoló, aki egyetemi tanulmányaiban is megállja a helyét. Igazából nagyon sok mindent köszönhetek a sportnak, mert már bejártam a világot. Ugye a sport miatt kaptam kint Amerikában ösztöndíjat. Tulajdonképpen az úszással fizettem az egyetemi tanulmányaimért. Ugye májusban diplomáztam, így sikerült megtanulnom angolul. Rengeteg barátot szereztem, ezen kívül én úgy gondolom, hogy kitartást, és ezen kívül rengeteg mindent tanultam tényleg az úszástól. Sokszor egyébként gondolkozom ezen, hogy hol lennék, hogyha nem kezdtem volna el úszni, vagy nem sportolnék. Én úgy gondolom, hogy teljesen más lenne az életem, és igazából úgy gondolom, hogy más ember is lennék, hogyha nem kezdtem volna elúszni. Semmiféleképpen nem ülnék ebbe a székben most. A magánéletemben nagyon fontos ugye a családom, a barátaim, és tényleg szerintem lehet, hogy ugye rengetegen ezt mondják, és kisének hangzik, de az egészség az nagyon fontos. Ugye azt nem lehet megvenni, azt nem lehet helyettesíteni, és amíg a családom és barátaim meg én is egészséges vagyok, akkor addig úgy gondolom, hogy minden rendben van. A sportban pedig ugye kellenek a sikerek, de én úgy gondolom, hogy ugyanúgy a kudarcok is kellnek, mert rengeteget lehet belőle tanulni. Távlati tervek mindenféleképpen 2016 Rio a terveimben van.
most már úgy gondolom, most már csak 4 évekbe tudok gondolkozni, és én úgy gondolom, hogy 4 évig még biztos, hogy tudok úszni olyan szinten, hogy ott legyek Rióban. A legtöbb szavazatot elérő jelölt veheti majd át a november 29-i gálaesten az 1 millió forintos közönségdíjat. Voksolni november 23-áig lehet.